Csókán a munkálatok jó ütemben haladnak, az időjárás is kedvező. A jelek szerint az év végéig sikerül befejezni a tervezett harmadik felújítási fázist. Našeho pokrajinského sekretariáta je to, aby obezbedimo sredstva za sufinansiranje, dalje na lokalnoj samoupravi da iskontroliše ti radovi idu efikasno. Mi kao pokrajinski sekretarijat smo ove godine imali dobru saradnju sa opštinom Šoka, finansirali smo ovu treću fazu izvođenja radova na vodovodu, očekujemo potpisivanje ugovora i za četvrtu fazu, tu će biti još ozbiljnije sredstva i zajednički smo udružili sredstva za sanaciju kanalske mreže, tu je naše učešće bilo 18 miliona, 15 miliona od strane lokalne samouprave. Az utca félig felásva, a régi vízvezeték csövek kikerültek a fél évszázados helyükről, de mindez nem zavarja az ott élő lakosokat, mert bíznak a munkálatokat végzők szakmai hozzáértésében. Meg vagyok elégedve a munkálatokkal, de aminek külön örülök, hogy az utolsó másfél évben a Csókahelyiség területén az öt fázisból hármat szinte sikerült teljesen megcsinálni, és bízok benne, hogy a következőt is szinte folyamatosan folytatni fogjuk. Az eddigi három fázisnak a paraméterei következők. A fővezeték az körülbelül olyan 6,5 km hosszú, amelyre megközelítőleg közel 500 fogyasztó csatlakozik rá, 500 család. A munkálatok környékén lakókat nem zavarja a zaj, mivel tudják, hogy a közeljövőben tiszta vizet fogyaszthatnak. Még nem kapcsolódtunk rá, viszont tudom, hogy régen aszbeszt-cement csövek voltak lelakva, és hát valójában ez a modernizáció szerintem elkerülhetetlen, úgyhogy ez a csekély kellemetlenség kárpótolni fog bennünket majd. Csókán az idén az illetékesek reményei szerint befejeződnek a harmadik szakasz munkálatai, és tavaszra folytatódik majd a vízvezeték cseréje a bánáti településen.